Fabien Fable, fattyúdal, harmadik rész. Alkonyattájt felpattant Rómó hátára. Azt tervezte, hogy bemegy a faluba, és kivéreli a telivérnőt egy negyed órácskára. Menet közben azonban, meggondolta magát, a katlan felé fordította a lovat. Végigporoszkált Tasina menekülésének útvonalán. Nem talált friss nyomokat. Megnyugodhatott, a két fickó felhagyott az üldözéssel. Amikor visszatért a házba, Tasinát a kertben találta. Úgy festett, a lány mindent elkövet annak érdekében, hogy maradhasson, ha kell, még gerebjét is ragad. Dakota gondolatban átfutotta együtt létük emlékeit, és megállapította, ennél gorombább alig, ha lehetett volna, és kizárt dolog, hogy ő hölgysége erre bukna. Másról van szó tehát. Nyilván arról, hogy még az ő bugris viselkedése is vonzóbb, mint a parabellummal hadonászó paliké. S ha a két ürge úgy ítélné meg, hogy Tasina mégis túlélte ezt a kalandot, ugyan hol kereshetnék őt, hanem az otthonában, ahova előbb-utóbb meg kell térnie. Ő hölgységének tehát alapvető érdeke itt maradni, amíg csak lehet. Tasina bejött a kertből, ránézett a fotában üldögélő férfira, majd levetette magát az ágyra. Komolyan nincs rádiója? Kérdezte. Komolyan. De miért? Nem kell. Ide hallgasson, 26 éve itt lakom, 50 mérföldnyire a városban. Elképzelni sem tudtam, hogy ezen a böhöm nagy hegyen, a fák között emberek élhetnek. És ha mégis élnek, ugye miért gondolják, hogy kívülre kezdhetik mindazt, ami a világban történik, azzal a primitív csellel, hogy nem tartanak rádiót, tévét, és nem olvasnak újságot. Ne rongáld magad ezzel, babám, volna néhány alapvető kérdésem. Az kézenfekvőnek látszik, hogy mostanában nem szívesen fogadnának otthon. Van-e valakit, akinél meghúzhatnád magad, amíg elül a vész? Az nem létezik, hogy minden rokonod kihalt volna. Dakota felkelt a fotából, belebújt az ingébe. Várta a választ, de nem kapta meg. Nehezet kérdeztem? Nézett a lányra. Igen. Figyelj, babám, holnap elmész innen. Még nem tudok jól lovagolni. Nem alapfeltétel a tánckari felvételhez. Az indián kiment a házból, letelepedett az ajtó előtti lépcsőre. Bársonykék égbolt gömbölyödött a fák alá. Álmosan pislogtak a csillagok, mintha csak az éltető sötétségre vártak volna. A kertbe térített, medréből elterelt forrás vize sziszegbe súrant el a ház mellett. Miért nem tart kutyát? Kérdezte Tasina. Leült a férfi mellé, Dakota vállat vont. A lány ránézett, hosszan fürkészte az arcélét. Csodálatos itt a levegő. Erre sem kapott választ, nem csüggett. Ilyen éjszaka lehetett az is, amelyen a habsim szakított velem. Városban persze más, szegényesebb. A smogtól nem látni a csillagokat, és ha csak fele ennyi a levegő, attól már lerészegedik az ember. Volt a tücsök, meg a hold, meg az egymás kebelén végrehajtott búcsú. Nem is a szakítás fájt, hanem az éjszaka maga. Arról volt szó, hogy ő elmegy jobbra, én meg balra. Balra zsákutca volt. Hát romantikus, nem? Most érzem, mi fájt akkor. Az, hogy fontosabbnak ítéltem meg saját emberi tökéletlenségünket, mint a nyári tökéjét. Alig, hanem az fájt, hogy kívül volt a szépség, körülöttünk, nem bennünk. Ebben egyetértünk, babám. Bennünk emberekben aztán semmi szépség nincs. Túloz. Lehet. Nézd meg a fákat, szépségesek, teljesen végtelenek velünk szemben. Tehetetlenek, amikor kivágjuk őket. De milyen szépen halnak meg, semmi dögszag, nem fordulnak ki a beleik, nem néznek ránk holt szemmel, pedig az kellene, az talán megállítaná a pusztításukat. Tasina a magasba merett. De nem érek, suttogta aggodalmasan. Azok, ártalmatlanok, persze szúnyogok, nyilván másképp vélekednek róluk. Szeretném megtanulni, amit maga tud, Dakota. A fák, a füvek, az állatok nevét, természetét. Cserébe mesélek a táncról. Igen, hallott az új tánc őrületről? Lambada a neve. Kérész életű lesz, mint a többi, de most nagyon menő. Talán Brazíliából jött. Vérpesdítő, vágyakat gyújtó tánc. Az alaplépései nagyon egyszerűek, közben a csípővel kell cifrázni. A férfi belép a nő combjai közé, ő is rázna magát. Megmutassam? Nem okvetlenül, felelte az indián. A lány nem törődött a kedvetlenségével. Felpattant, megállt a férfival szemközt,
lehajtotta a fejét és dúdolni kezdett. Amikor rátalált a dallamra, megmozdult, megelevenedett a teste, minden izma mozgott, hullámzott a zenére. Rövidesen megfeledkezett a külvilágról, odaadta magát a táncnak, a holddal a háta mögött. Az indián nézte. Eszébe villant, hogy mégiscsak felkeresette volna a falubéli hölgyet. Az is tudja ugyanezt, ráadásul hanyat fekve, eleven férfi alahasán. Aztán kiment a fejéből a gondolat, megfogta a látvány. Tasína felé lett. Táncolt, azt tette, amit szeretett, amihez értett, és ettől előtűnt lefolytott nőiessége. Hangja nem fulladt el, nem tévesztett ritmust. Ha ő a hátsó sorban járja, milyen lehet a primadonna? Dakota végre felocsúdott. Visszatért a jól bevált menedékbe. A haverom atomvillanás most azt mondaná, kemény a farkam, mint a hetedik kordot zokni. Tasina megtorpant, kizökkent a hangulatból. Lerogyott a férfi mellé. Miért atomvillanás? Kérdezte. Ha atomvillanást látsz, vesd magad a földre, búj fedezék mögé, s ha menned kell, ott kúszmász a tereptárgyak között alatt. Pont úgy, mint egy ninja. Na, a haverom általában ezt váltja ki az ipségből, de szerintem teljesen népszerű fickó. Ő a szomszédja, a beszélő papagája? Nem, ő egy régi, feledésre ítélt haver. Köszönöm a műsort, pazar volt. Éjszakára adok egy inget, hogy ne ebben az érszorítóban aludj. Mesét nem mondok, most pedig tűnj el, babám. Mit nevez maga érszorítónak? A nadrágodat, babám, gondolom belevartak, mert elképzelni sem tudom, hogyan másként lehetett belekerülni. Ha nem tudod leszedni magadról, szólj, van zsilettpengém. Ez rugalmas anyag, majdnem kényelmes. Két dolgot utálok, az egyik a majdnem. Fekvés, ne feledd, reggel korán indulsz. Hová? Kérdezte megrökönyödötten a lány. Ne ugrass, ha ugratnak, ugram, fáj. Tasina megfogta a kezét, egyenként szemügyre vette az ujjait. Nem tudom elhinni, hogy a paradicsom termesztéstől ennyire megizmosodhat az ember. A krimikben látott akciók egyike sem volt olyan frappás, mint az a mód, amelyel délelőtt elszedte tőlem a puskát. A táncosok is szokták tornázni, de nem ismerek olyat, aki képes lenne utánozni magát abban, amit az erdőben előadott. Nem nagy kunszt, babám, csak az utcán kell felnőni hozzá, tudod? Keményíted magad, hogy ne a te pofádat verjék be, hanem te üthess először és egyben utoljára. Az utcán egészen másképp fest a talpig férfi imázsa, mint a szalonokban. Macsó akarsz lenni, és addig nem pihensz, míg ezt el nem éred, hiszen ez a túlélés trükkje. Ez a te nézőpontodból lehet snasz, lehet primitív, a macsónak azonban véresen komoly. Dakota elhallgatott, legyintett. Megvárta, míg a lány bemegy a házba, azután elnyúlt a függőágyán. Visszagondolt a szövegelésére, és megcsóválta a fejét. Hülyeségek, jó szerivel csak hülyeségeket beszélt, és ami a legnagyobb baj, túl sokat. A falubéli bringával nem kellett volna tracsolnia. Atomvillanás! Miért jutott eszébe a fickó? És ha már oda jutott, miért kellett beszélni róla? Elvégre atomvillanás, pogácsa, dózer és tagló. Több éjszakai verítékes gyomorforgató küzdelem után kikerült az emlékek temetőjébe. Csillagfényben loppalhantolta el őket, és ha néhányszor megpróbáltak is kísérteni, mindig időben észrevette, ha megmozdult a föld a tetemük fölött, és kinyúlt a karjuk, fejük, ha beleröhögtek az éjek csendjébe. Újra és újra elkaparta őket. Kellene egy kastély, olyasmi, mint a kékszakálló hercegé. Bezárná a tagokat a rideg szobákba, és elő sem jöhetnének mindaddig, míg ő ki nem engedi őket. Márpedig a kulcsot eldobná. Ha már előkerültek, jöttek a fiúk. Kegyetlenül megérkeztek. Röhögésük felszakította a csendet. Ott lebegtek a függőágy körül. Atomvillanás, a durva, hangos beszédű, sajátosan komisz humorú trágár fickó. Tagba szakadt szőrös alak, legfeljebb, ha a tenyerén nincs szőr. Nagyobb a szakáll a bajusza, mint maga a feje, és ehhez a pápa szem. Teljesen úgy fest, mint egy rozsomák szemüvegben. Lomha a mozgása, himbálja a karját járás közben, akár valami majomféle. Rendszerint talpig feketében jár. Legutóbb fekete selyem ingben látta. Ki volt nyalva, de hiába. Az arcán még ott ült a rémült csodálkozás, amit a halál közelsége kent oda neki, alig ha nem letörölhetetlenül. Pogácsa.
Pufók arc, véznatest, mint egy kórházi vízfej osztály reklámfigurája. Halk beszéd, hebegő. Ha felhúzzák, dadog. Senki sem tud úgy célozni, mint ő, de semmi máshoz nem is ért. Ezért aztán örökös nász tart a fegyvereivel, folyton buzerálja őket. Az ereiben is fegyverolaj kering. Fegyverolajban úszkál csukaszürke szemgolyója. Olajszagú a bőre, verítéke. Hálás közönsége atomvillanás humorkodásainak. Hangtalanul, tágra nyitott szájjal nevet. Legutóbb az ő mosolya is lefagyott. Dózer. Kopasz kockafej, nem borotvált. Soha nem volt haja. Ember, aki haj nélkül jött a világra, így éli le az életét. Baromi pofonokat oszt, ha ezzel ugratják. Nem tér ki senki elől. Megy, terjedelmes vállával félre sodor mindenkit, nőt, gyereket is. Állandóan feszült, ugrásra kész, mint a mindig az alkalmat lesné a verekedésre szolgálót. A csehó kréme. Az ismerős rendőrök széles ívben kikerülik. Képtelenség lefogni, legfeljebb puskából kilőtt kábító lövedékkel lehetne ledönteni a lábáról, mint egy elefántbikát. Rajta nem hagyott nyomot az utolsó kaland. Észre sem vette talán, hogy történt valami. Tagló. Hátrafésült fekete haj, kurta pajesz, kobaltkék szempár, hegyes orr, keskeny arc, hosszúkás fejforma. Ilyenek lehettek a szesztilalom szívdöglesztő gengszterei. Ha ránéz egy nőre, már gombolhatja is a nadrágját. A bringa hanyat veti magát kéretlenül. Lapát keze, nyitott tenyérrel üt. A pofon akkorát szól, mint a rianás. Akit eltalál, az ugyancsak hanyat veti magát. Akkor leitta magát, egész éjjel okádott. Arca fehér volt, sötét haja szinte égett, fekete lángolással. Voltak boldog idők is, még a rohadt nagy kaland előtt. Éppen munkanélkül lézengtek, folytán volt a dohányuk. Úgy döntöttek, elverik utolsó garasaikat. Betértek egy krimóba. Atomvillanás szinte rossz néven vette, hogy a jelen lévőknek a szemük sem rebben láttukra. Errefelé nem ismerték őket, nem is tartottak tőlük. Leültek a biliárdasztal mellett. Pogácsa a söntéspult fölé akasztott tévét bámulta. Valami löttyet filmment, két hapsi szerencsétlenkedett a képernyőn. Atomvillanás az asztalra könyökölt, elővezette terveit, hogy juthatnának melóhoz. Tagló az újságot nyálaszta. Magányos nők hirdetéseit olvasta legszívesebben. Dózer rászólt, hogy foglalkozzon inkább az állásajánlatokkal. Dakota a biliárdasztal mögötti széken ült, nem szívesen, nem szenvedte, ha a háta védtelen. A biliárdozó pasik úgy tettek, mint ahogy sem volna. Egyikük, roncsos hajú, köcsökkalapos, szivarcsutkát haramtáló langaléta direkt kipécézte magának, és amikor a zöld posztó fölé hajolt a dákóval, ügyelt rá, hogy megmegtaszítsa az indián vállát, hátát. Megpróbálta lesodorni fejéről a széles karimájú szürke kalapot. Atomvillanás észrevette, hogy társa szó nélkül tűri az zaklatást. Előhúzta a száját, kivillantva apró menyét fogait. Mi a résfattyú? Nincs vér a pucádban? Transfúziót kössünk belé? Dakota vállat vont. Még csak most jöttünk, már is verjük szét a csehót. Szórakozni is kell, fattyú. Akarod, hogy én védjelek meg? A köcsökkalapos fickó meghallotta társalgásukat. Marok ragadott egy golyót, megállt mellettük, és fattyú ölébe köpte a szivar véget. Elhúzta a száját. Kétféle foga volt, fehér és fekete. Atomvillanás rámutatott. Zongora billentyűket tartasz a pofádban, és molesztálod a barátomat. Azt mondtad az arcomról, hogy pofa, hörrent a fickó. Fattyú hátára sóintott a dákóval. Bár a pálca két darabra hullott, az indián mozdulatlanul ülve maradt. A köcsökkalapos tag széttárta karjait. Nem tudom, mi van velem. Mostanában minden összetörik a kezemben. Akkor egy darabig ne nyújj magadhoz, fiacskám, ajánlotta atomvillanás atyai hangon. A következő pillanatban átlendült az asztal fölött, és megragadta a fickó torkát. Az ilyetén eseményekbe vált forgatókönyve szerint folytatódott a műsor. Fattyú is talpon termett, és kivette részét a pankrációból. Csak Pogácsa nem mozdult. Ült a széken, melyet gyakran meglöktek a csatázó felek. Ült rajta, akár a viharos óceánon hánykolódó mentőladikban, és meredt szemmel bámulta a tévét. A csehó törzs közönsége a biliárdozók segítségére sietett. Határozottan többen voltak, mint az inzultáltak. De csak számbeli fölénnyel bírtak. Atomvillanás csapatával nem. Öklök pufogtak, pofonok dörrentek, hullott az ellen.
A tulajdonos nem érdekelte, hány vendégét terítik ki, ő az alacsonyan szálló asztalok, székek gyors kopását tartotta drámainak. Elkeseredésében már majdnem felhívta a rendőrséget, azután más gondolt, edzett emberismerő lévén. Kazettát cserélt a képmagnóban. Jól választott, a filmen félmeztelen lányok püfölték egymást, hatalmas körtemellek lengtek a ringben, a bugyi csak elől takart, hátul mindössze egyetlen keskeny szalakkal büszkélkedhetett. A pompás fúriák nem kímélték egymást. Kell lennie több az érzőkeblő férfinak, vicsorító bringák, duzzadt keblek ingalengése, és a hátul nézett, két formás dűnek közt lagúna. Egyre több fej fordult a képernyő felé. Atomvillanás megfeledkezett a markában tartott kocsmatöltelék további pofozásáról. Lekapta a szemüvegét, és tátott szájjal bámulta a boxoló lányokat. Fattyú is elengedte maga emberét, az ellenfél sem viselkedett másként. Egyedül Tagló akarta folytatni a meccset, de amikor már nagyon zavaró volt a tolakodása, mert folyton embereket dobált előttük, ezáltal eltakarva a vadmacskákat, Dozer felkapott egy széket, és hatástalanította vele a nyughatatlan címborát. Tagló úgy nyúlt ki, mint a táncoló játékmajom, amelyből hirtelen kikapják az elemet. Kitört a béke. A pasasok lenyugodtak, mi több, vaktában nyúlkálva felállították a székeket, felemelték az asztalokat, italt kértek. A korábbi ellenfelek, akik az imént még fogcsattogtatva keresték egymást torkát, idillien egyetértettek abban, hogy a lófarkas szőke bringa senki a legjobb, mert nem lók, mint azért a ványat vörösé, a melle pedig maga a tejjelmézzel folyó boldogság. A következő páros nem tetszett az egybegyülteknek. Az egyik bringa arca úgy festett, mint a császár zsömle, mellében nem volt szufla, ezért olyan tökéletes lezserséggel lógott, hogy atomvillanás szerint már csak a rágógumi hiányzott a szájából. A másik versenyzőnek akkora csontjai voltak akár egy igáslónak, fenék dűnéi lengtek az elnyedtségtől. Borzongást váltottak ki bámulóikból. Férfiból könnyű nőt csinálni, mondta Tagló. Ezekből csinálj nőt. Ekkor magas, vállas férfi ült le az asztalukhoz. Minden ujját gyémánt gyűrű szikrázott. Elvigyorodott. A metsző fogain is apró gyémántok csillogtak. Szivarra gyújtott, de nem holmi ganéból sodortra, hanem igazi, sudár, illatos példányra. Jól van, fiúk, nem jöttem hiába erre a tetűhelyre, bérfegyvereseket keresek, úgy néztem, szakemberek vagytok. Az attól függ, felelte atomvillanás, ordiakolást nem vállalunk, ha az kell, állj tovább. A fickó tovább vigyorgott, nehogy valakit megfosszon a fogaiba épített kövek csodálásától, közben a sebébe nyúlt, tekintete megállapodott fattyún. Milyen törzsbéli vagy? Dakota. Láttál már ilyet? A fickó néhány drága követ tartott elé a tenyerén. Hatalmas mancsában sötétebb és halványabb kék színek gyújtottak szikrákat. Az egyik félgömbölyű kőben csillag alakzat volt. Dakota két ujjal megfogta és a lámpafénybe emelte. Csillag zafír, mondta. Úgy van, bólintott a fickó. Megszívta a szivarját, majd az asztal közepére verte a hamut. Néhány ilyen követ tulajdonítottak el tőlem, szerezzétek vissza, mennyi a tarifátok? Az attól függ, közölte óvatosan atomvillanás. Nos, a fickó elnyomta a szivar, csettintett az ujjával, azután pénzt dobott az asztalra, és kirúgta maga arról a széket. Követték. Kiléptek az utcára. Fattyú a fejébe nyomta a kalapját, mint hiába. A közeledő vihar szele könnyedén letépte a homlokáról, de mielőtt elszeleltetett volna, az indián elcsípte a léha fejfedőt. A gyémánt fogú rávigyorgott. Te fogod vezetni a csapatot, iszonyatosak a reflexeid. Hajaj, rikkantott atomvillanás, rettegnek tőle a legyek. Röptükbe rejti teherbe őket, igaz, srácok? Múltkor is mi történt? Túl alacsonyan jött egy jumbo jet, és odafüstölt az orrunk alá. Fattyú felnyúlt, és a gép már lenn is volt. Ez pedig bucira povozta a pilótát meg a navigátort. Sokat dumálsz, mondta elkomorodva a gyémánt fogú. Csak akkor, ha semmi meleggel nincs kibérelve a gyomrom, a száraz a nyelőcsövem, valamint akkor, ha a muffok kénytelenek nélkülözni a dákómat, mert nincs rájuk dohányom. Persze, ha tudnál ezen segíteni, mindjárt megváltozna a helyzet. Mellesleg kitisztelhetünk benned, mert hogy tisztelünk, ahhoz kétség sem férhet. A nevem Massimo. Dakota lesiklott a függőágyról, leült a lépcsőre, majd felállt, elindult a konyha felé. Hajszál pontosan tudta, hogy az átkozott viszkis üveg delejezi magához. A küszöbön megtorpant.
homlokát az ajtó fájához simította. Öklét eldugta a zsebében. Ha beújta a szemét, szikra esőt köpött az arcába a csillagzafír. Ha felnézett, látni vélte a palackban ringatózó ital meleg aranyszínét. Arra vágyott, hogy levesse a bőrét, és mint egy kabátot fellógassa a fogasra. Kevés. A fejét kellene lecsatolni, felrakni a polcra, a könyvek mellé, támasztékul, nehogy felbillenjen a sor. Könyvek. Olvashatna. Félbehagyta Abdájkot. Na, nem véletlen. Mióta rákapott az olvasásra, a kórházban történt, majdnem 4 éve, hogyan is feledhetné? Sorozatban jönnek a bajok. A fejével. Azok a barom könyvek aljasul csiszolni kezdték az agyát, legyengítették az ösztöneit, felerősítették a tudatát. Az ilyesmi ember ellen való vétek. 6 hónapot töltött ágyban, elfogyasztotta a kórház teljes könyvkészletét. A könyvtárosnő pedig, a Bolga, azt hitte, azért kéreti minden nap, mert az ágyába akarja édesgetni. Apró, lapos, almaarcú, csutakhajú némber volt, akkor a szemüveggel, mint a saját feje. Dakota nem győzte kihajtani a takarója alól. Nem akar durva lenni, tehát naponta újabb kifogást eszelt ki, miért nem él össze a zsúr. Embert nem katétereztek, infundáltak annyit, mint őt, Dakotát, de fő, hogy a némber bevette. Elhitte az injekciós szúrások helyének elfekélyesedéséről szóló meséket, és amikor kis helyzet állt elő, és kénytelen volt beadni a titkot, a nő azt is megette. Ez persze nem hagyta nyugodni, tehát egy szép napon megnézte a korlapot, és rájött, hogy az indiánnak bizony nem lőtték el a tökeit. A fenébe tiszta hisztéria lett a nő. Viszont mindig jó könyveket kölcsönzött neki, és ezzel elindította azt a folyamatot, melynek következtében Dakota felhagyott a korábbi életformájával. Pontosabban szólva, ez a folyamat a csillagzafér ügyjel nyerte el a kezdeti sebességét, de a könyvek által vált irreverzibilissé. Tasina váratlanul megjelent az ajtóban. A férfitól kapott fekete inget viselte, hajgyűrűi a válla körül rúgóztak. Összefont a karjait, és szótlanul az ajtótoknak támaszkodott. Ez az, babám, fogadt ki Dakota. Ezért kaptátok a 7. érzéket, hogy mindig pontosan tudjátok, mikor vagytok a legteljesebben láb alatt. Ezt az aforizmát viszont valami rohadt férfi soviniszta laphoz kellene eljuttatni, felelte a lány. Ejha! Az indián lehajolt, hogy közelről lássa az arcát. Ez már valami. Már azt hittem, soha nem leszek képes olyan gorombaságot kieszelni, hogy megbántsalak. Magas Kizói, tud róla, legalább 3 féle énje van. Forduljon szakemberhez. Hogyan állapítottad meg, babám? Ha egy percre elengedi magát és emberien viselkedik, rögtön begölcsöl és kinyom magából valami durvasságot. Ez az én egyetlen, legteljesebb énem, és ha jól emlékszem, nem erőltettem kettőn kapcsolatát. Mégsem hagyott ott a folyóparton. Mit bizonyít ez? A jóságát, felelte egyszerűen a lány. Dakota meghökkent, aztán legyintett. Jó, hogy kijöttél, most legalább bemeltek a szobámba. Nem kell attól tartanom, hogy netán félreértenéd a megjelenésemet. Kihozom a könyvemet. Maga sem tud aludni? Mit szólna egy beszélgetéshez? Felérne egy here villanyozással. Még mindig hiszek abban, hogy egy szép napon feladja ezt az apacs modort és összebarátkozunk. Hogyne, babám, nagyon pöpec lenne. Víkendeken elugorhatnál hozzám, esetleg az egész tánckarral egy piknikre. Felvirágoznám a házat a tiszteletedre. A réten lambadáznánk orvérzésig, míg repedne a sarkunk. Térd magadhoz, reggel elmész. Azután pedig mi leszünk ama 2 párhuzamos, amelyek a végtelenben találkoznak. Vessünk véget a fecseinek. Sejtem, miért nem tudsz aludni. Otthon maradt az alvómacit. Beírt cseppel. Kivel? A mackó valakit először le akartál lőni, majd meg akartál simogatni. Ezt a szokásodat tekintve eszményi titkos rendőr lehetne belőled. Előbb lősz, aztán kérdezel. Dakota, mondta Tasina halk szelíden, megérintve a férfi kezét. Hallgass, hagyj engem beszélni. Ha egyszer közelengedsz magadhoz, meglátod, többé nem fog jól esni ez a cölöpperő modor. Leültek egymás mellett a tornászra vezető lépcső tetejére. Tasina mesélni kezdett. Játszani engedte a képzeletét, beutazta a világot, nyitott sportkocsival, hajóval, repülőgéppel, megfordult a tenger legmélyebb zugaiban is, napfény áradt, hó esett, pincérek sürögtek 1000féle édes gyümölcsel, sajtos ételekkel, káprázatos salátákkal. Megszólaltak az állatok, a fák jajgatni tudtak és elfutottak a villanyfűrészek,
rémfogai elől. Az apák egészen a vége a gyengülésig éltek, brilliáns humoruk sosem kopott meg. És Tasina elsírta magát. Ehhez nincs mit hozzátennem, dünnyögte Dakota. Mondd meg a nevedet, kérte a lány. Rábámult a holdra, hát ha elapadnának a könnyei, ahogy a tüsszentéssel birkózó ember a napba mered segítségért. Komolyan mondom, nektek csajoknak nem is vér csörgedezik az ereitekben, hanem valami könyvfakasztó vegyszer. Másképp hogy a fenébe tudnátok folyton bőgni? Amikor kislány voltam, a szomszéd sráccal barátkoztam. Nagyon szerettem a fiút. Ő meg gyötört, nyúzott, szadizott, és a visítani készültem, rám szólt. Ha kiabálsz, nem leszek a barátod. Furcsa, rólad jutott eszembe. Mi a neved? Az igazi neved? Dakota. Tudod mit? Inkább olvas. Gondolom, eljutottál az első ABC-s könyvedig. Ez most jól esett, babám? Nem. Évszázadokat öregettem. Intenzíven toxikus vagy. Nem kell több, csak 10 perc a társaságodban, és lehet menni vércserére. Dakota felemelkedett a lépcsőről. Elvackolta magát a függőágyban, és az ezüst sziklákat köpő égboltra bámult. Hallotta, hogy a lány visszamegy a házba. Tiszta volt a lelkismerete, mint ha most hozta volna a mosodából. Könnyen elaludt. Massimo vacsorázni vitte őket, aféle klasszikus gangster barlangba mentek. Kopogtatásukra a jellegtelen deszka ajtón kinyílt egy apró kémlelő ablak, fura, savószín csigaszemberet rájuk. Massimo úr, hangzott az állítatos sóhaj. Az ajtó kitárult, középtermető fickót pillantottak meg, formája olyan volt, mint a szobrász egyelőre csak kikészítette volna a kőtömböt, amelyből hajdan embert formáz. De a szeme volt a legfurább. A szemgolyó középtájt kihegyesedett, és amikor a fickó epekedő pillantást vetett a felég szerezett Massimóra, valósággal kijött a szeme, akárha teleszkópos lenne. Miután tekintete átváltott a főnök vendégeire, a szemgolyó behúzódott az üregébe. A teleszkópszerű tag halszürke frakkot viselt, bőderekú, leporellószárú nadrággal, tűorú cipővel. A kabát kihegyesedő szárnyai csak nem a sarkát verdesték. Atomvillanás el volt ragadtatva. Barátom, mondta lelkesen, úgy festesz, mint egy különösen gusztustalan kövérfülbe mászó. Massimo megfordult. A folyosó ritkás fényében feketén villantak elő a fogaiba telepített gyémántok. Tartsd meg magadnak az impresszióidat, tanácsolta. A rémálomszerű teremtmény feltépett előtte egy ajtót. Káprázatosan kivilágított terembe vonultak, puccos népség közé. Letelepedtek egy asztalhoz, és a pincér csak nem földig hajolt Massimo előtt. Fantasztikus vacsorát kaptak. Osztrigát, homárt, langusztát, pezsgőt, konyakot, habtornyos süteményt. Másnap délben még okáttak tőle. Este, bár arcszínünk zöldes szürkébe játszott és lebertebbek voltak a karácsonyi legyeknél, indulniuk kellett. Először kevés pénzzel és félelmetes mennyiségű fegyverrel ellátva helikopterbe gyümöszölték őket, hajnaltát folytatták útjukat, immár hajón. Legendás ötös fogatok újabb tagokkal bővült. A másik társaság vezéralakja a barbár csúfnévre hallgatott. Hatalmas termetű néger volt barna bőroverában, térdig érő fűzös csizmában, 20 centi széles mosolyjal, irisze akár a forró csokoládé, szeme fehérjében kakaóbarna pöttyök sokassága látszott. Társa a talányos, talán névre hallgatott. Népek gyermeke lehetett, fekete, fehér, sárga beütéssel. Ritka rondának találták. Sárgás szürke arcbőrén 1 millió apró pörsenés, sehol nem nőtt rajta egy 100 szőr sem. Hosszú teste kígyózott, himbálózott járás közben. Alattomos kinézetét tovább tetézte lapos pillantása. Sárszínű szemével sosem nézett arra, aki ezt beszélt, mint ha mindig a cipőjét bámulta volna. Nemét alig, hanem arról az idegesítő szokásáról nyerte, hogy folyton aggódott, akadékoskodott, vonakodott. Atomvillanás már első ránézésre szívből megutálta. Második ránézésre közölte a csapatával. Ezt a hamsit azért adták mellénk, hogy a puszta látványa dermed döbbenetre késztesse az ellenséget. Mondott valamit. A másik 3 tag jellegtelen figura volt. Nyúlánkak, legfeljebb 22-23 évesek, torzsafejűek, peckes járásúak, hallgatagok. Maga biztosan szorongatták fegyvereiket, azt a kis keveset, bajonettet, hűrészes fogú kést, kézigránátot,
kabát alárejthető géppisztolyt, Stukkert, istennyilát. A kétnapos hajóúton eleget gyönyörködhettek egymásban. Pogácsának nem tetszett a túra. Magyarázzátok meg nekem, mitől van olyan érzésem, mintha a tulajdon kivégzésünkre mennénk. Ezek a pojácák kissé túlmilitarizálták magukat, vigyorgott Dózer. Ne szarj be, haver! Aztán partra szálltak. Véget ért a civilizált élet, pedig nem volt ellenükre, hogy naponta ötször enni kaptak, az asztalt személyzet szedte le utánuk, meleg víz folyt a csapból, tiszta zoknit és alsót, pedig egy szőkére festett hajú, amúgy is szolgálatkész néger leányzó szállított reggelenként a kabinjukba. Kisorsolták a lányt. Első este atomvillanást vette birtokba, nem tovább, mint ameddig az ajtó másik oldalán ácsorgó társai elszívtak egy kitűnő szivart. Másnap reggel a kopasz Dózert érte a megtiszteltetés. Nem maradt ki Pogácsa és Fattyú sem. Tagló vonakodott, végre is nem titkolta, rasszista volt. Hajdan ő ragasztotta rá az Indiára a megtisztelő Fattyú elnevezést, pusztán Dakota származása miatt. Kapott érte néhány elképesztő erejű ökölcsapást, egy olyan combrugást, amelyet normál egyedek esetében amputáció követ. Egy szóval Dakota hevesen ellenezte csúf nevét, ám az mégis rajta maradt. Gyanították, hogy a kabincizus valamennyi utassal hasonló bőkeblőséggel járt el, de nem sokat zavartatták magukat. Mindig volt náluk megfelelő mennyiségű gumiófszer, amelynek közbeiktatásával, hitük szerint, elejét vehették a nyavaják felszedésének. Atomvillanás a téma felkent szakértőjeként elmagyaráztatásainak, hogy minden irányú csokolázástól őrizkedjenek, ez esetben semminő baj nem érheti őket. Ezek után durva orvavágással ért fel a partra szállás. A szőke bringa a tovaúszó hajón maradt, vele a személyzet, a tömött hűtőkamrák, a kényelem. Nekik meg a dzsungel jutott, a halálos, ocsmánypárákat lihegő iszapszürke rengeteg. Százezer féle guztustalan növénnyel, rovallal, vadakkal. Cimellették tömött zsákjaikat, fegyvereiket, egyre jobban elnehezedő testüket. Ekkor nagy hasznát vették Fattyúnak, akinek meg sem kottyant a dzsungel, páratlan képességei kibontakozhattak. Nem tévesztette el az utat, csalhatatlanul tájékozódott az irdatlan erdőben, az égigérő fák között, melyek eltakarták a napot, és valami zöldes, nyírkos éjszakával undorították őket napközben is. Egyik pihenőjük közben, melyet azzal az egyszerű alaptevékenységgel töltöttek, hogy lihegtek, ahogy csak a tüdejükön kifért, az egyik torzsafejű kölyök megjegyezte. Fattyú, te zseniális felderítő lehetnél. Nem gondoltál még arra, hogy belépj a hadseregbe? A hadsereg elmehet a francba az összes tábornokkal együtt. Atomvillanás szétvetett végtagokkal feküdt a szivacsán. A feje fölött megjelent egy rémítő maszkot viselő majom. Egyszerre kaptak frászt egymástól. A majom égtelen visítással tovacsörtetett a lombok között, a férfi a szívéhez kapott. Hát ennél a helynél minden jobb, de szép lenne ágyba bújni valami bőtorkú bulával, aki elnyelni az anakondámat. Én inkább egy nagy marék alkoholt vennék be, sóhajtott a Pogácsa, eltörölhetetlen szokása szerint a fegyverét nyalogatva egy olajos rongyal. Fattyú a hátán feküdt, a feje fölött elterülő erdőben gyönyörködött. A magasba kígyózó fatörzseken kúszó növények kapaszkodtak, szerelmesen az ágakra fonódtak, pompás virágcsokrok nyíltak a levelek közt, és minde csak úgy ötletszerűen odalógatták volna őket, különféle, meglepő formájú növedékek függeszkedtek mindenütt. Páracseppek kopogtak a félelmetes méretű leveleken, az élet úgy lüktetett, mintha a mesében, a növekedés szinte látható volt, és ezerféle hang száldosott, surranó, fütyülő, morgó, cseregő hangok. Fattyú szíve megcsordult a szépségtől. Közben azonban a torzsafejű fickó kérdése járt a fejében, és magasan értette miért, lelombozta. Én még ilyen szart nem láttam, morogta barbár. Fel kéne égetni az egészet, okádék ez a taknyos nyálkás zöld itt körös körül. Talán ő viselte legnehezebben a dzsungát. Minden pórusából veríték áradt, testnedvei átjárták barna bőr overálját, megszázszorozva áparodottságát. Fattyú kifinomult érzékei szenvedtek tőle, idegesítette a melák néger zsíros szuszogása is, amely minden lépésüket ott kísérte. Ez a rémes zihálás, mint valami horrorfilm hangulati eleme, lett a túra alaphangja. Már atomvillanás is meglehetősen pillett állapotba került a körülményektől, egy idő után nem állhatta meg szó nélkül a barbárt övező jelenségeket.
Pajtás gúnyát válthatnál, ezt nem lehet kibírni. Olyan büdös vagy, mint egy lepratelep és egy hullakamra együttvéve. Szobrot lehetne fragni a bűzödből. Esküszöm, ez még a görényből is sárga irítséget váltana ki. Megjegyzése lepergett a négerről. A bőrove lár maradt, a párolgás egyre fokozódott. Többet pihegtek, hápogtak, mint mentek. Pogácsa néha elbődült. Légszomjas vagyok. Aztán végre ritkulni kezdett az őserdő. Átkeltek egy folyón, a három torzsafejűt majdnem elsodorta a víz, Dakota és Barbár halázta ki őket. Egymás szavába vágva szitták a tojáshéjseggű, maga tehetetlen barmokat. Az incidens után órákig szárítkoztak, fegyvereiket ápolták. Ez utóbbiaknak sem tett jót a gyilkos klíma. Fattyú felderítő körútra indult, gyümölcsökkel megrakódva tért vissza. Ímmel, ámmal rágták el a savanykás húsú csemegét. Már ahhoz sem volt erejük, hogy bárminek is örüljenek. Innen a szociális otthonba visz majd az utam, tolószékben, nyöszörögte Dózer. Ki volt az a marha állat, aki szóba állt a gyémántos Masszimóval? A felhők magasából szarom le a rohadékot. Az hagyján, jegyezte meg Fattyú. Nem sokára a rezidenciához érünk. Nekem úgy rémlik, hogy Masszimó nem említette a kokaint. Mit? Kapta fel a fejét atomvillanás. A kokaültetvényeket. A környék tel is tele van velük. Masszimó csupán annyit mondott, hogy egy zacskó követ kell elszednünk egy bizonyos Grossmantól. És? Mereztette a szemét Pogácsa. Ha itt ilyesféle földműveléssel foglalkoznak, akkor nagy tömegre lehet számítani a rezidencián. Alig, hanem mindenkinek van fegyvere, a dolog természetéből adódóan. Mivel pedig a kokatermesztés jövedelmező foglalkozás, a gazda személye nyilván nagy becsben áll, és mindenáron megvédelmezendő. Akárhonnan számolom, 10 vagyunk mindössze. Figyeljetek, fiúk, mondta Barbár, repett basszuskürtre emlékeztető hangján. Mi mindannyian túlestünk az eligazításon. Ti öten azt a feladatot kaptátok, hogy vezessetek ide, próbáljátok ügyesen megszerezni az acskót. Ha ebbe valami becsúszik, akkor jövünk mi öten. Apropó, bólintott Fattyú, sötét pillantását a néger tekintetéhez koccantva. Mi öten tudjuk a dolgunkat, de nem tudjuk a tieteket. Részleteznéd? Az egyik torzsafejű ifjú előrehajolt ültében. Fantasztikusan hosszú volt, betegesen vékony, ijesztően fürge. Méteres nyakán szinte lengett, hosszú keskeny feje. 2 centisre vágott kalászszőke haja alatt, ráztalan homlok magasodott, halvány kék szeme beitta a fényt, elnyelte, kicsorbította. Rövid, késpengényi orra tövében pár szál borosta szőkélet, ajkait nem tudta rászorítani hatalmas metszőfogaira. A bemutatkozásnál azt kérte, szólítsák Zsilisztának. Fattyú egészen addig gyereknek tartotta, míg ez a kérdés el nem hangzott. Gondoltál-e arra, hogy belépje a hadseregbe? Zsiliszta elvigyorodott. Semmi szépség nem tükröződött a mosolyában. Most már elárulom, mi a feladatunk. Likvidáljuk Grossmant és az embereit. Azután fedezünk benneteket, hogy épségben visszajussatok a cuccal. Hoho! Atomvillanás felemelte mutató ujját. Erről nem volt szó. Megmondtuk, hogy nem orgyilkolunk. Megmondtuk a gyémántosnak, vagy nem mondtuk meg. Nézett a társaira. Valamennyien bólogattak. Ugyan már, legyintett Zsiliszta. Grossmanék patkányok, ki kell írtani őket. Ha ti nem teszitek meg, megteszik ők, veletek. Nincs több alternatíva, vagy ők, vagy mi? Ez a helyzet. Grossman valóságos hadsereget tart fenn, zsoldosokkal vette körül magát, hogy nyugodtabban űzhesse kisded játékait. Kontinenseket áraszt el kokóval, valóságos flottái vannak, helikopterek, teherszállító gépek, gyorsjárású hajók. Azokkal terjeszti a mérget, amellyel megrontja nemzetünk egészségét. Eldobom a petefészkem, nyögte atomvillanás. A gyémántos bepalizott minket. Eddig abban a hitben éltem, hogy ennek a túrának a legrohadtabb része a dzsungel. Erre kiderül, hogy most jön a java. Na nem, beleéltem magam, hogy átszaplatok az őserdőn, pofán nyomok egy-két tolószékes őrt, kitárom a széfet, zsebre teszem a köveket, és illaberek. Milyen mese ez? Fattyú résnyire húzta szemét. Figyeltétek Zsiliszta szóhasználatát? Nem, háborgott Dózer. Azt azért már nem kívánhatott tőlem, hogy analizáljam a tojáshelyiségűt. Tagló hátra kotorta fényes fekete haját. Szívszaggatóan kék szemei elsötétültek. Hé, Fattyú nem is olyan kretén, mint hittem. Ez a rizsa a nemzet egészségéről nem úgy hangzott, mint a maga az elnök mondta volna? Zsiliszta felpattant a földről. Vállára kanyarította hatalmas zsákját, és elvigyorodott. Ménkűrany metszőfogai kikönyököltek a szájából. Azután rájuk fogta a fegyverét.
A másik két torzsafejű sem viselkedett másként. Barbár széttárta karjait. Így van ez, fiúk, menjünk. Nem is tudom, mondta talán. Zűrös életemnek előbb-utóbb vége lesz. Na most, ha meggondolom, hogy ezek a hapekok velünk is lehetnének, nem ellenünk, akkor... Atom villanás a szavába vágott. A kurva életben ne tarts itt nekünk fejtágítót, menjünk. Gyerekek, tegyétek el a flintákat, töltve vannak. Zsiliszta tovább szélesítette vigyorát. És nem pástétommal. Betoljuk a rögéstől, morogta Dózer. Fattyú ellazult. Mindeddig társait figyelte. Várta azt a szemvillanást, amely arra ad jelet, hogy támadjanak, lefegyverezzék a torzsafejű pojácákat. Végül belátta, hiába vár. Egyik haverja sem akar pankrációt. Lélekben vállat vont. Grossmanék szemét, kegyetlen gyilkosok! Lelkesítette őket Zsiliszta. Az Isten se tudja számon tartani, hány ember élet, mennyi vér szárad a lelkükön. Neked elég lenne, ha a saját áldozataidat nyilván tartanád, vélte Fattyú. Még tudott volna sorolni néhány behízelgő gondolatot, de atomvillanás a főnök hátba verte. Indulás, mondta. A torzsafejűek eltették a fegyvereket. Természetesen Fattyút küldték előre, a kiváló felderítőt. Ő pedig úgy döntött, hogy elteszi magában a kételyeket, bár továbbra sem tetszett neki a társaság. A nyakába tekert sálat átcsomózta a homlokára, hogy felítesse vele a szemébe folyadogáló verítéket. Az izzadság nyomban utat talált a tarkójától a derekáig, ott már a nadrág beitta, de amíg végigmászott a hátán, égetett, csípett. Szeretett volna megmegállni vakarózás, szitok eregetés véget. Felelevenítette a részbőrű ősökről szóló legendákat, a rezzenetlen arccal szenvedő, a kínvallatást átkacagó harcosokat, rendkívüli módon irigyelte őket, de a maga részéről mégis inkább átkozódott, ha gyötretett. Alkonyat lazac rózsaszíne festette valószerűtre le a tájat, mire a ház közelébe értek. Fattyú ébességének köszönhetően mindvégig kikerülve a fegyveres őröket. Nem volt abban semmi túlzás, hogy a gyémántos rezidenciának nevezte az építményt. Grossman tanyája valóságos erődrendszer volt, megerősített falakkal, amelyeket lőrések tettek hangulatosabbá. A gazda palotáját mesébe illő park fogta közre. A külső körben helyezkedtek el az alkalmazottak lakóépületei. Mindenütt fegyveresek hemzsegtek, dzsipek szágúldoztak, vastagon felverve a port, lovak patáit csattogtak. Elegáns fehér emberek vonultak fel alá, csipkés napernyők, habos ruhák villantak, akár valami múltszázadi darab díszletében. Itt valami nagy vendégség van, morogta Barbár. Vonuljunk vissza, még oszlásnak indul a gyülekezet. Nem tudsz annyira visszavonulni, hogy ne érezzék meg a bukérat, dünnyögte atomvillanás a szemüvegét törölgetve. Nem, és ha beverem a pofádat, azzal sokat rontanék a szaglásodon, nem, de? Az enyémben igen, és ezzel csak jót tennél nekem, de nézd a lovakat. Mind felhorkant, ha feléjük viszi a szél a szagodat. Az őrség meg azt hiszi, jaguárok csellengenek a közelben. Kus, mondta Zsiliszta. Támadt egy ötletem. Ennek csak egyféle ötlete lehet, tüstént ki fog belezni valakit, vélekedett Fattyú. Neked is kus, rivolt rá Zsiliszta. Csak nem észrevétlenül következett be, hogy a torzsafejű fickó átvette a parancsnoklást. Megvárjuk az estét, ha bál van, a vendégsereg hamarosan lerészegedik mind az állat. Közben mi hárman elhelyezünk néhány plastikbombát a környéken. A tűzijáték aktivizálja majd az őrséget. Egyáltalán nem fogadnám örömmel, ha ez a légiónyi martalóc aktivizálódna, vitázott Fattyú. Legnagyobb megdöbbenésére atomvillanás újfent rászólt. Kezd elegem lenni belőled, közölte. Jegyezd meg, épp bőrrel akarom megúszni, ahhoz pedig azt szükségeltetik, hogy együttműködjünk. Esetleg megvárhatnánk, míg mindenki elalszik, jegyezte meg talán. Lehet persze, hogy Zsilisztának van igaza, és többre megyünk a váratlan rajtaütéssel, de az sem ártana mérlegelni, mi volna, ha viszonylag békésen intéznék az ügyet, vagy... Ha még egyszer kinyitra a szádat, pokol, ilyen hiszt is leszek, csattant fel Dózer. Mivel akkora volt, mint egy ikertelefonfülke, általában igazat adtak neki. Ugyanez áll Fattyúra is, holott a rühes indián, Isten látja lelkemet, a haverom. Dakota rossz néven vette a becsmérlő jelzőket, de nem volt abban a helyzetben, hogy elég tételt vegyen. Lélegzetet vett, mélyet, és visszahúzódott rejtekébe, mert fegyveresekkel megbudjantott dzsip szágódott el a manfa koronája alatt, amelyben éppen fészkeltek. Aprólékos, minden részletre kiterjedő fejszámolást végzett, aminek az lett a végeredménye, hogy megállapíthatta, legalább 50 állék felfegyverzett alak lézeng az erődben,
de valószínűleg a többi száz, amúgy elegánsan öltözött személytől sem áll távol, hogy alkalomattán Stukkert ráncson. Az viszont legvadabb fantáziájában sem tudta volna elképzelni, hogy mi vár rájuk. Ha valaki előre megmondja neki, első felindulásában lehántotta volna az illetős karpját. Rájuk borult az éjszaka. Ugyanakkor a parkban fények gyúltak, hatalmas tüzek lobogtak, üvegek csörömpöltek, nevetés váltakozott a röhögés hangjaival. Ezen az éjszakán mindenki Grossman vendége volt, nem csupán a habos ruhákba csomagolt hölgyek, de a koszos zsoldosok, a szőrös képű földművesek is, akik még erre a jeles eseményre sem cserélték tisztára, izzadságtól megvastagodott, páncélkeményé vált ingüket. Éjfél után a három katona eltűnt. Fattyú lelkében elúrhodott a bizonyosság, hogy a torzsafejűek katonák, és ha ezt a felismerést végig gondolta, libabőrös lett a háta. Mielőtt a kommandósok elsurrantak volna, kiadták a parancsot a társaságnak. Vegyüljenek el a mulatozók között, és zsákmányoljanak fegyvereket, minél többet. Dakota felriadt. A csillagpöttyös égbolt harangja ott domborult fölötte, és verítékes homloka a tüdejéből feltörő ziháló hangok eligazították. Már itt van, visszamenekült a mába, a rémisztő időutazás megszakadt. Lecsúszott a függőágyról, elment a forráshoz, aládugta a fejét. Váligérő hajáról a nyakába, hátára csorgott a hideg víz, megnedvesítette ölét, befolyt a nadrágjába. Görcsölt a gyomra, akár egy széttáruló és bezáródó ököl szorításában. Keserű nyál töltötte meg a száját. Inni próbált, fohászkodott, érjen már véget az éjszaka. Nem úszta meg, ezúttal sem. Nyitott szemmel is látta emlékeit, azok áttörtek az azóta eltelt idő távolán, átszakították az égbolt fekete bársonyát, vörösre festették, elhalványították a holdat, szétrobbantották a csillagokat. Dakota leült egy nagy kőre a kert végében, átölelte a térdét, karjára hajtotta fejét, összeszorította lezárt szemhéját. Csak a ciripelésre, a távoli béka hangokra akart figyelni. A megállíthatatlanul közeledő lidércek körbedongták a koponyáját, rést találtak rajta, beszivel raktak, elárasztották. Ezer hangon nevettek, pukkadoztak, dörögtek. Valami sziszent, püsszag érződött, magnézium lobbanással felfélettek, és életre keltek a képek.